nem módosította az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzésén a Román Nemzeti Bank. A jövő év elején azonban a korábbi prognózishoz képest nagyobb ütemű pénzromlást vetítenek előre a kormány pénzügyi intézkedései miatt. Tovább lassult az elmúlt időszakban a pénzromlás Romániában, ennek egyik fő mozgatója az élelmiszerárak csökkenése volt. A kormány ugyanis árést szabott az alapélelmiszerek árára, és ez az infláció pozitív alakulásában is megmutatkozott, magyarázta Muguri Szerészkó. A pénzromláson azonban nem segített, hogy júliusban hirtelen megugrottak az üzemanyagárak, és a közel-keleti háború is várhatóan növelni fogja az energia árát, ami ugyancsak az infláció emelkedésének kedvez. Ennek ellenére a jegybank nem módosította az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését. Az előrejelzés nem különbözik nagyon az előzőtől. Megerősíthetjük az idei év végére vonatkozó korábbi előrejelzésünket, miszerint az éves inflációs ráta 7,5%-os lesz, de módosítottunk a 2024-es évre vonatkozó előrejelzésünkön, amelynek hátterében a bérek és adók emelésére vonatkozó törvénymódosítások állnak. A jegybanki kormányzó kifejtette, mivel bizonyos termékek esetében nő az áfa és a jövedéki adó, a jövő első negyedévben ez az inflációban is megmutatkozik majd. Éppen ezért a Román Nemzeti Bank a korábbi 4,4-ről 4,8%-ra, azaz felfelé módosította a jövő évi inflációs előrejelzését. Muguri Szerészkú szerint a 3%-os célt legkorábban 2025 végén lehet majd elérni.